Nagy tiszteletek, köszöntöm a Városi TV keresztül közösen a lakosságát. Képviselőtestületünkön megjelenteket, képviselőtársaimat. Megállapítom, hogy a mai ülésen egy fővel vagyunk jelen, és határozott képesek vagyunk. A napirendi pontok az SMS-előírásai szerint kiküldésre kerültek, de tennék pár módosító javaslatot. Az egyik az, hogy a 17-es napirendi ponttól kezdve az egészen a 24-es napirendi pontig ezeket a napirendi pontokat egyben tárgyaljuk meg, de külön-külön fogom megszavaztatni. Egyebek napirendi pontban egy előterjesztést tárgyalnak meg, ez nem más, mint a Temető út 56 és a Zényi út 21 szám alatti ingatlanok felújítására, fedezet biztosítására, illetve a 25 és 26-os napirendi pontunk zárt ülés keretében tárgyalnánk meg. Ezekkel a módosító javaslatokkal tennék fel a napirendi pontokat, aki ezzel egyébként készfényítással jelezze. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra kerül. Mielőtt áttérnék a napirendi pontokra, megtartom a két ülés közötti beszámolómat. Október 27-én volt a utolsó képviselőtestület ülésünk. November 9-én Üzesavony Szélonyi Szociális Család és Gyermekfelügyeleti Intézmény Fenntartó Társulási Tanácsának ülésén vettem részt. 2022. november 11-én a Művelődési Házban megtartott Szociális Munkanapja alkalmából tartott rendezvényen vettem részt. Óvodavezetőkkel, iskolai igazgatókkal, rendőrkapitányság vezetőjével, egészségügyi központ vezetőjével a kapcsolattartáson folyamatos volt. A lejárt szállítói állomány alakulásáról szóló tájékoztató, valamint a lejárt határozatokról szóló tájékoztató kiosztásra került, ezt kérem, hogy képviselőtársaink vegyünk tudomásul. És ezután át is térnénk az első napirendi pontunkra, amely nem más, mint javaslat Füzesanyváros Önkormányzat képviselőtestületének önkormányzati rendeletére a 2022 évi költségvetésről. Megkérem a gazdaságiroda vezetőt, tájékoztasson Pászóban, miről is szól a előterjesztés. Köszönöm szépen, polgármester úr. Az előterjesztés az előirányzott módosításokról szól szeptember 30-ig. A 2022. szeptember 30-án a önkormányzat bevételi és kiadási főösszege előirányzati szinten 3.409.409.000 forint. Az előirányzatomban történt változás mind bevételi, mind kiadási oldalon 71.105.000 forint. Bevételi oldalon a 2022 6 és 8 havi kompenzáció, a bérintézkedési támogatások, a népszámlálásra kapott támogatás, valamint pályázati elszámolási összegek módosítják az előirányzatokat. A felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél pedig az egészségügyi központ pályázati támogatása növelte az előirányzatot. A kiadási oldalon ezekkel az összegekkel szemben állítottuk a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, dologi kiadásokat és a beruházási kiadásokat. Köszönöm szépen! És köszönöm szépen a kiegészítést, illetve a tájékoztatót. Kérdezem képviselőtársamat, van kérdésük észrevételi hozzászólásunk. Amennyiben nincs szavazásra, teszem fel a rendelet tervezetet, aki ezzel egyetért, kérem készfényítással jelezze, mivel tudom, hogy egy hangulag elfogadásra került. Második napirendi pontunk javaslat a 2023 évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására. Ismét utáljassz. Köszönöm. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet minden évben meg kell alkotnia a tisztelt képviselőtestületnek. Ez a rendelet addig lesz hatályos, amíg a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásra nem kerül. Ebben szabályozzuk, ebben a másfél hónapban a kiadások és bevételek felhasználását. Köszönöm. Én is köszönöm. Kérdezem a képviselőtársait, van észrevételi hozzászólásuk. Annyiben nincs szavazásra, teszem fel a rendelet tervezetet, aki ezzel egyetért, kérem készfényítással jelezze. Megalapítom, hogy egyhangulag elfogadásra került. Hármas napirendi pontunk. Javaslat a Közösavonyi Polgármesteri Hivatalnál dolgozó köztisztviselő, illetve kiegészítésének megállapításáról szól a önkormányzati rendeletre. Jegyzőasszony, a szó. Minden évben visszatért a napirendi pont az önkormányzat életében. Ez arról szól, hogy a felsőfokú végzettségű köztisztviselőknek, illetve a középfokú végzettségű köztisztviselőknek
adható alapilletmény kiegészítést határozza meg. A felsőfokú végzettségűeknél az alapilletmény 5%-a, a középfokú végzettségűeknél pedig az alapilletmény 3%-a lenne ez az illetmény kiegészítés. Ez plusz forrás nem igényel az önkormányzat részéről, mert biztosítható a normatív támogatásunkból. Kérem szíveskedjenek rá. Köszönöm szépen a tájékoztatást, kérdezem képviselőtársaimat, van-e észrevétel, hozzászólása. Amennyiben nincs szavazása, teszem fel a rendeltervezetet, aki ezzel egyetért, kérem készségnyújtásra jelezze, megállapítom egy hangulat elfogadásunkat. Négyes napirendi pontunk, előterjesztés a település rendezési eszközök módosításának elfogadásához, Smetszné dr. Balogh Szilviai a szó. A képviselőtestület korábban döntött már a volt gázcseretelep melletti önkormányzati terület övezeti besorolásának módosításáról, és elindította az ehhez szükséges településrendezési eszközöknek a véleményezési szakaszát. Ez a szakasz lezárult, és ennek végső lezárása a rendezési terv módosításával és a képviselőtestületi határozatnak az elfogadásával történik. Itt ismert, hogy van önkormányzati területünk, amelynek a művelési ágát megkívánjuk változtatni, és gazdasági célra kívánjuk hasznosítani, illetve van ott olyan a térképen jelölt árok és út is, ami funkcióját vesztette, és ezeknek az átminősítése is szükséges. Ezért volt szükség a rendezési terv módosítására. Kérjük az előterjesztés elfogadását. Köszönöm szépen, kérdezem a képviselőtársaimat, van-e észrevételük, hozzászólásuk. Amennyiben nincs itt két szavazásra, először a rendeltervezetet teszem fel a szavazásra, a kezdetetért kérem készvényítésre jelezze. Megállapítom, hogy egyhangulat elfogadását, illetve a határozati javaslatot teszem fel a szavazásra, a kezdetetért kérem készvényítésre jelezze. Megállapítom, hogy egyhangulat elfogadását kérdezett is. Ötös napirendi pontunk, előterjesztés településrendezési eszközök módosításának elfogadásához. Ez is egy már korábban elindított rendezési terv módosítási folyamat lezárása. Itt az úgynevezett déli iparterületünknek a GKS besorolását kívánjuk GIP besorolásra átminősíteni. Erre tulajdonképpen azért van szükség, mert az ipari park projektünkben ezt a részt is a projekt részévé kívánjuk tenni és be kívánjuk ebbe vonni, és a pályázati előírás szerint szükséges a GIP besorolás átvezetése a rendezési tervben. Kérjük az előterjesztés elfogadását, rendelet módosítását, határozott elfogadását. Köszönöm szépen, kérdezem képviselőtársaimat, van észrevétel, hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor a módosítás, a rendelet módosítását teszek a szavazásra, aki ezzel egyetért, kérem készvényítésre jelezze. Megalkottam, hogy egyhangulag elfogadásra kerül, tehát a határozati javaslatot teszem fel szavazásra, aki ezzel egyetért, kérem készvényítésre jelezze. Megalkottam, hogy ez is egyhangulag elfogadásra kerül. Hatos napirendi pontunk. Tájékoztató közösségünkben és önkormányzat képviselőtestület 2022 évi gazdálkodásának 3-4 éves beszámolójáról tervezettel jössz. 2022. szeptember 30-án teljesítési szinten a bevételi főösszegünk 90%-on teljesült, 3.053.795.000 forinton, a kiadási főösszegünk 73%-on teljesült, 2.475.789.000 forint összegben. Az önkormányzat szeptember 30-áig folyószámla hitel nélkül működött. A helyi adók alakulása tekintetében az iparőzési adó 125%-on teljesült, a kommunális adó 99%-on, az egyéb közhatalmi bevételek pedig 188%-on teljesültek. Az önkormányzati cégek, non-profit szervezetek, intézmények folyamatosan biztosítottak működés szempontjából. A 2022 évi költségvetésben meghatározott összegeket megkapják. Rendkívüli önkormányzati támogatásra adta be az önkormányzat pályázatát, ezen 3 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesültünk.
A polgármesteri hivatal bevételei 62%-on és a kiadásai szintén 62%-on teljesültek. Az egészségügyi központ bevételei 84%-on állnak, a kiadásai 74%-on, az irányítószervi támogatás 30.755.000 forint. A Füzesabony Szivalom Szociális Család és Gyermekjógyi Központ bevétele 75%-on teljesült, a kiadása 70%-on, irányítószervi támogatásuk 184.731.000 forint. A Füzesabony Szivalom Szociális Család és Gyermekjóléti Intézmény fenntartó társulás mind bevételi, mind kiadási oldalon 60%-on teljesített. A Hétszín Virág óvoda és bölcsőbe bevétele 60%-on teljesült, a kiadása szintén 60%-os, önkormányzati támogatása 100.861.000 forint. A Pöttömke óvoda és bölcsőbe kiadási oldala 67%-os, a bevételi oldala 66%-os, önkormányzati támogatása 129.135.000 forint. A Füzesabonyi Könyvtár bevétele és kiadása 72%-on teljesült. A Füzesabony Dormánt Köznevelési Intézmény feltartó mikrotársulásnál pedig 71%-os a teljesülés mindkét oldalon. A bizottság a tájékoztatót egyhangban elfogadta. Kérem az előterjesztés elfogadását. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy visszavétel. Csak egy rövid kérdés, az intézmények részéről van-e még valamilyen évvégéig várható nagyobb kiadás? Még a jövő szintén költség. Még az várható. Október közepéig vannak most rendelkezésre álló számláink, tehát ha még közüzem jön, akkor az lesz magasabb. Egyébként minden rendezve van már, készülünk az év végére. Köszönöm. Most nézem, további hozzászólás. Amennyiben szavazásra teszem fel. A határozati javaslatot, akkor ez egy időként készülítésre lesz. Megállapítom, hogy egy hangulag elfogadásra került. Hetes napi rendi pontunk. Javaslat Füzesabonyváros képviselőtestületének helyreállító szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Ezt a rendeletet minden évben felülvizsgálja a tisztelt képviselőtestület. A korábbi évekre visszamenőlegesen nem volt emelés, most sem tartjuk indokoltnak a lakosság terheit növelni. A bizottság a javaslatot egyhangúan támogatta. Kérem az előterjesztés elfogadását. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy összevételük hozzászólásuk. Amennyiben nincs, szavazásra teszem föl, az önkormányzati rendelet felülvizsgálatának ezzel egyetét kérem készülítési jelezzel. Én állapítom, hogy egy hangulag elfogadásra került. 8-as napirendi pontunk javaslat a 2026. évi belső ellenőrzési terv elfogadására. Lombos Itályosz. 2023 évi belső ellenőrzési tervet a belső ellenőrünk közreműködésével készítettük el, és terjesztjük a tisztelt képviselőtestület elé, tartalmazza a kötelező ellenőrzési elemeket, valamint az általunk meghatározott, fontosnak tartott elfogadásra javasolt elemeket. A bizottság 3 igennel támogatta egyhangulag a javaslatot. Kérem az elfogadását az előterjesztésnek. Köszönöm szépen, kérdezem képviselőtársaimat, várt kérdésük hozzászólásra. Mennyiben nincs, szavazásra teszem fel a belső ellenőrzési területet, ezzel egyetért kérem készmegyítási helyezzel. Előállapítom, hogy egy hangulag elfogadásra kerül. 9-es napi rendi pontunk, javaslat a 2023. évi költségvetés tervezés elvi alapjaira. Lombos Rita, kérdezem egy kis tájékoztatásra. Szépen. Ez szintén egy visszatérő napirend, minden évben el kell fogadni a tisztelt képviselőtestületnek a 2023 évi költségvetési tervezés alapjait. Ez régen koncepció volt, most már tervek elvi alapjait kell meghatároznunk. Ezek a javaslatok kerültek előterjesztésre. Kérem az elfogadását, a bizottság egyhangulag támogatta. Köszönöm szépen, kérdezem képviselőtársaimat, hogy a kérdésük észrevételt. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel, akkor egyetért a határozati javaslattal, kérem készülítésre lezzel. Megállapítom, hogy egy hangulag elfogadásra került. 10-es napi rendi pontunk, javaslat Füzesabony zöldváros belvárosi területek rehabilitációja, rehabilitásához, költségvetés iránti igény begyújtására. Smetszeni dr. Gauss, Szilvia,
A Zöldváros projekthez kapcsolódóan a kivitelező az eltelt időszak alapanyagár emelkedésére hivatkozással költségnövekmény iránti igénnyel fordult önkormányzatunkhoz. A kérelmét szakértői véleménnyel támasztotta alá. Az anyagot az irányító hatóság felé elkészítettük, és a kérelem alapján kérjük bruttó 260.713.629 forint összegben költségnövekmény megállapítását. Nyilván ezt majd az irányító hatóság megvizsgálja, és amennyiben ezt indokoltnak tartja, akkor dönt annak támogatásáról. Kérjük az előterjesztés elfogadását. Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van egy kérdésünk, hozzászólásunk. Amennyiben nincs, szavazásra teszem föl a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kér készfogyújtási jelezze. Mi alapítom, hogy egy hangulat elfogadásra kerül. Beszámoló elkúszult 5-7 szám alatt ingatlan vagyonátadási megállapodásban rögzített kötelezettségvállalás teljesítéséről is megszületett. Képviselőtestület előtt ismert, hogy az önkormányzat ingyenesen tulajdonba kapta a Rákóczi út 5-7 szám alatt található ingatlan együttest a kötelező feladatainak ellátására, és 15 évig elidegenítési és terhelési tilalom alatt áll az építmény, és minden évben kötelesek vagyunk december 31-ig elfogadni a beszámolót annak hasznosításáról. Az előterjesztés tulajdonképpen az előző évhez képest nem változott, abban új hasznosítási elem nem történik. A korábbi évek szerint ott van az orvosi ügyeletellátás biztosítása, az önkéntes tűzoltók elhelyezése, a körzeti megbízott iroda kialakítása, a roma önkormányzatnak irodahelyiség biztosítása. Tehát a vállalt kötelezettségének a képviselőtestület eleget tesz, és erről az idén is beszámolót tud benyújtani. Ezt tartalmazza az előterjesztés, és kérjük a képviselőtestület, hogy fogadja el az előterjesztést és a határozati javaslatot. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Kérdezem képviselőtársaimat, ott van a kérdésük észrevételük. Amennyiben nincs szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki ezzel egyetért kérem készfogítása ezzel. Megállapítom, hogy egyhangulag felfogadásra került. 12-es napi rendi pontunk, javaslat beltöleti utak egyirányosítására Vajas úttel BT társzányú anyag alapján. Mint közismert, felkértünk egy profi szakembert, aki vizsgálja felül a településünkön a forgalmi rendet, mert ennek az egyik célja az, hogy az útfelújítások után ezt a kialakult útállagot megőrizzük, és elkészült az anyag, amelyet be is mutattunk, és a lakosság észrevételezhette egy fórum keretében október 26-án, és az alapján született meg most a határozati javaslat, amely 15 darab utcát érint, egyik a Honvéd utca, ami egyirányosításra kerülne a Szabadság és a Keresztényi út között. Ezt indokolja, hogy a óvoda meg a bölcsőre olyan forgalmat generál, ami balesetveszélyes, és talán ez orvosolni ezt a problémát. Másik a Hősök utca, ez szintén a Keresztényi és a Szabadság út közötti rész. Itt sem tudtuk szélesíteni az utakat, mondjuk terve van, de addig célszerű lenne ezeket ezt az utat is egyirányosítani. Következő utcák még érintettek, az Egyetértés út, a Lehel út, Petőfi Sándor utca, az Ady Endre utca, az Árpád utca, a Kossuth utcától az Ady Endre utcáig, illetve a Kiszolda, Nagyszolda, Rózsa, Csillag utca, valamint a Gárdonyi Géza, Mikszát és a Nóri Zsigmond utca. Tehát itt látjuk indokoltnak, hogy ezek az utcák egy irányosításra kerüljenek, és az anyagban február 1 van ennek megkezdésére és megvalósítására a tábla kihelyezésének, de itt tennék egy módosító javaslatot, hogy ez március 1 legyen, hiszen még el sem kezdtük a táblák beszerzését, meg utána ennek kihelyezése azért kicsit több időt vesz igénybe. Még annyit el szeretnék az anyaggal mondani, tehát ez nincs kővelésre, mert látjuk, hogy az élet igazolja, hogy jó gondoltuk, illetve a szakértők jó gondolták, tehát ez bármikor változtatható.
kérdésem, mivel ez hozzászólás kérdés szerintem. Én ugyanezt a mondatot szerettem volna elmondani, amit polgármester úr mondott most a végén, hogy ez nincs kőbevésve. Nyilván majd a forgalmi tapasztalatok, meg a lakossági észrevételek fogják majd ennek a véglegesítését megtenni. Amennyiben szükséges lesz, és tömeges igény van rá, módosításokat mindig lehet eszközölni. Hál' Istennek ez önkormányzati lehetőségünk. Köszönöm, további észrevétel, hozzászólás. Amennyiben nincs, a módosított dátumot teszem föl a határozati javaslatot. Aki ezzel ugyetőt kérem készülni, utassa jelezzel. Tartózkodás, ellenvélem, tartózkodás, egy tartózkodás, négy igen mellett elfogadásra terül. 13-as napirendi pont. Javaslat fizes, amit keteszámú felnőtt házi orvosi közvet feladatállatási szerződésének megkötésére. Átadom a szót Veres Péter képviselőtársaimnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Itt a képviselőtestület előtt ismert a második számú felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásával Jaroszláv háziorvos december 1-ig tudja ellátni feladatát. December 1-től pedig a Szent Lázár Speed Kft. Venni át a feladatellátást. Erre vonatkozik a feladatellátási szerződés. Dr. Kis Katalin személyében lenne háziorvosunk a második számú felnőtt háziorvosi körzetben. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúan támogatta a feladatellátási szerződés megkötését. Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e kérdésünk, hozzászólásuk? Amennyiben nincs, tehát a lakosságot arra tájékoztatnám, hogy a feltételek már mind elméleti, mind gyakorlatilag szinte megvalósultak, úgyhogy Kis doktornő megkezdheti a tevékenységét december 1-jével, úgyhogy ebben nagyon örülök. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Kérdezem, aki ezzel egyetért, kérem készfényújtásra jelezze. Megállapítom, hogy egy hangulat javaslat szándéknyilatkozat elfogadására, járási ügyőség elhelyezésére Füzesabonyi polgármester hivatal épületében. A járási ügyőség jelenleg a Bolot rendőrség épületében található épületben van elhelyezve. Már ők vannak ott, illetve a Vörös Kereszt. Szeretnénk, mivel itt az energia hatékonyságán a legjobb és nem a legkorszerűbb, egyeztetést kezdtünk az ügyészséggel, hogy a önkormányzat és a polgármester hivatal alsó szintjén található folyosón lévő irodákat átadnánk nekik használatra. Ők megvizsgálták, felmérték, készítettek rá, és azt kérik, és élnének a lehetőséggel, és azt kérik, hogy ezt a szándéknyilatkozatokat fogadjuk el. Ők a felújítás teljesen őket terhelni, persze ezt a bérleti minimum kompenzálnánk, ezt a bérleti december 2-én kezdenénk meg. Kérdezem, hogy van-e kérdés és észrevétel ezzel kapcsolatosan? Az alsó 3 iroda? Alsó 6. Vagy nem. De majdnem, tehát az első kettő. Folyosó. Igen, gondolom. Nem magasított szintén. Igen. Jó, további kérdés és észrevétel. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem készfelnyújtásra jelezze. Megállapítom, hogy egyhangulat elfogadásra került. 15-ös napirendi pont. Javaslat támogatási kérem elbírálására Füzesabonyi Hétszínű Virág Alapítvány részére. Kovács Tiszücsényi képviselőtársam őszintén. Tisztelt képviselőtestület, a Füzesabonyi Hétszínű Virág Alapítvány pályázatot nyújtott be kültéri árnyékolóknak a beszerzésére 200 ezer forint összegben. Az köztudott, hogy a civil és a civil szervezetek támogatásából már elfogyott a minden, kimerült az összeg, és ezért a helyi adó terhére a bizottságunk támogatta a 200 ezer forint támogatását. Kérjük, hogy a képviselőtestület is támogassa. Köszönöm szépen, kérdezem a képviselőtársaimat, hogy más javaslat észrevétel, amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, a kezdel egyetért kérem készfelnyújtásra lesz.
megállapítom, hogy egy hangulat elfogadásra kerül. 16-os napi rendi pontunk. Javaslat támogatási kérelem megírására a Füzesabonyi László útakért alapítvány részére. Kovácsnak Szűcsnek még a szó ismét. A Füzesabonyi László útakért alapítvány és 200 000 forintot kért bizottságunkból, amelyet támogatott mindenki. Működési költségekre és támogatásként segítik a László családokat, azokat szeretnének vásárolni belőle. És ezt is a helyi adott terhére. Köszönöm szépen, kérdezem képviselőtársaimat, van-e más javaslat észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, a kérdező ügyetékért készvényítással javítom. Leállapítom, hogy egy hangulat elfogadásra kerül. És akkor elértünk a 17-24 napi rendi pontunkig, akkor az egyben kerülne megtárgyalásra. 17-es javaslat Füzesvár Város Önkormányzat és Füzesvár Polgármesteri Hivatal közötti 2023 évi munkamegosztásról és felelősségvállalásról szóló megállapodás megkötésére. Itt a pár szóval. Ez a 2023 évre szóló munkamegosztásról és felelősségvállalásról szóló megállapodás tartalmazza azt, hogy az intézmények, tehát a polgár vagy önkormányzat és a következő napi rendekben felsorolt intézmények esetében a polgármesteri hivatal látja el a könyvelési, számfejtési, pénztári feladatokat, valamint a tárgyi eszközök nyilvántartását. Erről a felelősségvállalás és munkamegosztásról szólnak a megállapodások. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Tehát mi látjuk el ezeket a vagyis az önkormányzatok feladatokat. Erről szól ez a 17-24-es napirendi pontig, amelyet akkor majd egyben vagy külön-külön teszek fel szavazásra, de hogyha van észrevételetek, hozzászólásatok, akkor jelezzétek, jó? Tehát akkor felteszem a 17-es napirendi pontot. Aki ezzel egyetért, kérem készvényítást jelezze. Megállapítom, hogy egy hangulat elfogadásra kerül. 18-as javaslat a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal, a Füzesabonyi Szialom Szociális és Család és Gyermekfelügyeleti Központ közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra. Aki ezzel egyetért, kérem készvényítással jelezze. 19-es javaslat a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal, a Füzesabonyi Városi Könyvtár közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra. Nincs hozzászólása, aki ezzel egyetért, kérem készfegyűjtással jelezze. Elpítom, hogy egyhangulag elfogadásra kerül. 20-as napirendi pont. Javaslat a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal és a Füzesabonyi Pöttőpovoda és Bölcsőnek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra. Aki ezzel egyetért, kérem készfegyűjtással jelezze. 21. egyhangulag elfogadásra került 21-es napirendi pont javaslat a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal és a Hétszínvirág óvoda és bölcsőde közötti munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra. Aki a határozati javaslata egyetért, kérem készfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra került 22-es javaslat az egészségügyi központ kötendő 2023 évi munkamegosztásról és felelősségvállalásról szóló megállapodásra. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem készfegyűjtással jelezze. Megállapítom, hogy egy hangulat elfogadáson került 23-as javaslat a Román Nemzetiségi Önkormányzat és Füzesabonyi Városi Önkormányzat közötti kötendő 2023 évi együttműködési megállapodásra. Aki ezzel egyetért, kérem készfegyűjtással jelezze. Megállapítom, hogy egy hangulat elfogadáson került 24-es javaslat a Román Nemzetiségi Önkormányzat által kötendő 2023 évi munkamegosztásról és felelősségvállalásról szóló megállapodás megkötésére. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem fészfegyújtással jelezze. Megállapítom, hogy hangulat elfogadásra kerül. És akkor elértünk az egyetek napirendi pontunkhoz. Temetünk 56 és a Zényi út 21 számadni ingatlan felújítására, fedezet biztosításáról szól. Kérem Svetszén dr. Balogh Szilviát, hogy pár szóval ismertesse az előterjesztés lényegét. Önkormányzatunk felújította a Temető út 56 szám alatti ingatlan első részét, a régi ingatlant, és
felújította, továbbá az Rényi út 21 szám alatt található önkormányzati ingatlanát. Erre vállalkozási szerződést kötött a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft-ben. A projekt műszaki tartalma időközben változott, és a két ingatlan vonatkozásában nem történik pályázati támogatás elszámolása. A kivitelezés során a bekerülési költséget az önkormányzat saját erőből biztosítja, és ennek fedezetére a helyi adóbevételeket jelöli meg. Erről szól az előterjesztés, és kérjük a képviselőtestületet annak támogatására és elfogadására. Köszönöm szépen, kérdezem a képviselőtársamat, van a kérdésük, észrevételük. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, a kezdel egyetértően kész fogjuk ezzel. Megállapítom, hogy a elfogadásra került, ezzel gyűjtülésünk végére értünk. További szép napot kívánok, az átülésen belkezdődik.